A gyarmati testvér sport általános iskola gyárazósága. Nagy örömünk a szolgálni, hogy idén is ilyen nagy számot összegyűjtünk. A rendezvény célja, hogy bemutassuk diákjaink sokoldalúságát, az, hogy nem csak a tanulásban és a sportban tehetségesek. A második gyarmati gála alkalmából felkérjük kegyes előigazgatóurat, hogy köszöntse vendégeinket. Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelt bennünket azzal, hogy részt vesz ezen a gálán. Nagyon köszönöm a felajánlásaikat. Jelenleg 1.100.000 forint az összegyűlt pénznek az összege. Ez a pénz az önök gyerekeié, az önök gyerekeire fordítjuk. Az alapítványunk csak is kizárólag az iskola gyerekeire fordíthat minden forrást. Köszönöm még egyszer. Külön köszönteném meghívott vendégeinket. Kérem, majd egybe a végén tapsoljanak. Dr. Kis János, iskolánk országgyűlési képviselőjét. Molnár Péter, a Viszont Miskolci szakképzési centrum főigazgatóját. Akkor ez a rendelkező. Dr. Számcsú Zsannát, a DVTK kézilabda szakosztály ügyvezetőjét. Fegetüsné Varga Ildikót, iskolák régi támogatóját. Pásztorné Balcsot Tündé, a Kruszvi Terezi óvoda vezetője. Tamás Té Okosát Tündé, a Tündérkert óvoda vezetője. Kolombai Géza Bolcsi Ágnes, a Tündérkert óvoda helyettes vezetője. És végül, de nem utolsó sorban, mivel hazai pályán a hazaiakat köszöntöm, a Miskolci Tankerületi Központ munkatársait, Jacenik Renikő, iskolánk tanúgyigazgatási referensé, és Muzsikus Lászlóné, iskolánk HR referensé. És most felkérem dr. Kis János urat, iskolánk országgyűlési képviselőjét, hogy köszöntse a gálán közönségét. Thank you.
igazság szerint a sport nem is alkalmazható. Igazság szerint a sport az a jelenleg a művészete, amire azok a kicsi gyerekek, akiket az iskolában is járnak, nagyon nagy szükségük van a jelenben, de még a szükségük van a jövőben. A sport azért a jelenleg formálásnak a művészete, mert nagyon sok jelenleg megtanítanak. Megtanítanak a főzni, azon van, hogy a főzni mindenki tudja, az a művészete. Aki főz, annak ki kell építeni egy viszonyba az, aki eszi. Ha nem tudunk szépen győzni, akkor már soha nem leszünk jó viszonyban azokkal, amiket előztünk, és az a sportra érkezik hozzá. Ha meg tudjuk győzni, meg tudjuk leszünk, meg tudjuk küzdeni. Küzdjük a sport maga egy nagy küzdés egyébként, most a sportnak a tekintetben van a sportfejlesztés és a nagy küzdés. Magyarország is még egy jó nagy sportfejlesztés tekintetében. Hát vagyunk őszintén, nem mindenki egy problémát mondunk a sportról. Azok a nagy sportfejlesztési ambíciók, amelyek ebben a Magyarországon élnek, éltek az elmúlt 8-10-12 évben, a sportfejlesztésre foglalkozott. Azt kérem úgy tűnik, hogy jól áll, de voltak ilyen hogy a nagy rendezvények hatására foglalkozott, ott azért már nem volt teljesen sikeres a program, olimpián csak nem tudtuk kandidálni. Hát azért gondolom, hogy a küzdelem, a küzdés az otthon a sportban minden tekintetben, és ott még egy nagyon fontos dolog, ami szerintem a jelenformálás szempontjából megkövetetlen, az, hogy meg tudni csapatban gondolkodni. Azokat is meg tudni csapatban gondolkodni, akik nem feltétlenül csapatsportnál küzdnek. Az egyik is gondolkodás nem tudom a csapatban gondolkodni, aminek a lényege az, hogy nem csak a sportban számít, de nem mindenkiből lesz aztán sportokat a sportiskolában, hanem sokat számít az életben is. A csapatban való gondolkodás azt jelenti, hogy soha nem hagyom magát a másik. Soha sem legyen a körülmények között. Ezeket az értékeket adják a sport, úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy nem szívesen ezt támogatja, és elmegy egy olyan iskolában járhatom, és akkor kiemelt jelentősége van. És hogyha már ünnep, akkor amúgy azt is el kell mondani, hogy ezért tudom, hogy nem csak ez az állam zajlik, itt a Miskolcon van a városnak a napja is, ami megmondta meg, hogy a tipikusan a sporthoz, persze eszenség alatt semmilyen köze nincs, de a sport rendező, a sport vállalat, akkor már könnyű meg találni az adott világot, párhuzamokat. 1990 történt az, hogy Miskolc törvényhatósági jogú város lett, város 11. évben, azért túl nem egyedül a város napját, és erre mondtam, hogy lesz a történet, hogy nagy éve, hogy a város volt, de mi az igazán nagy dolog. A nagy dolog az lenne, hogy a kiegyezés után Magyarország közigazgatási kérdőjét átrajzolták, összesen 25 város volt a törvényhatósági jogú város, és az volt az 50 év alatt, hogy a kiegyezést a nagyjából triologig tartott, az 50 év alatt egyetlen város volt. Egyetlen város volt, hogy ki tudta magának azt, csapatkozom, hogy ez a 25 között, és ez mondjuk sokkal. Mi lettünk a 25-t. Aztán jött a jobban, és utána jött a rendszerváltás, és utána ez talán már feledetlen elmű, de ez egy nagyon nagy dolog volt, és azt mondtak, hogy mindig van felállás, minden teljesség volt, és minden felkezdetben van felállás, az is a sporttal szépen összekedhető megjelázat. Még egyszer szeretnék igazgatóra a tanárnak, és a sportoskületnek, azt kívánom, hogy nagyon sok időben van kiszívott és időben sikereket volt és megkapja a iskolának az igazgatását, és azt kívánom, hogy nagyon sok olyan gyerek elő, aki repülőt jelent az iskolának számára arról, akikünk persze kiváló, a világon is gondolók is lehetnek, és azt kívánom, hogy nekik még kívánok. Köszönöm szépen. Bemutatóval kezdünk. Az első szakaszban a versenycsúdóval is megdobásokat, majd önvédelmi technikákat mutatnak be a tanulók. Ezután sóelemeket, dobás technikákra változatokat adnak elő a csúdókák. Résztvevők Lukács Sándor, Lukács Noel, Pap Levente, András Levente, Lukács Sándor, Orvé Patrik. Elkészítő Kecsei László.
első mester kedvesei. Nadrágjuk zöld hajú különcsága, untultságoktól sokszor a számára jutáltva. Itt is vannak már a leginkább tanulók, kint a pumplik, a bérgonc, kismaló, felkészítő pedagógusok, Demeter Lászlóné, Kőjus Lászlóné.
Fogadják őket
akadályozásra. Felkészítő pedagógus, dolgos tényújkú Katalin.
ritmusra, együtt dobolna szíven, miközben gyakoroltak az előadásukra. A gyakorlásban Karácsonyi Fucsi Kirén volt a segítségükben. Fogadják őket olyan szeretettel, mint amilyen lelkesen ők készültek. Thank you.
Isten szerint jó. Világkörüli turnéja után egyenesen a Brooklynről érkezett hozzánk Liza Minnelli táncosokat. A Gigito Hintóban a negyedik esetektől állnével mutatják a produkciójukat. Tárkészítő tanár Horváth Asztapot Csillag. Kérdésztény és Véla Judit és György Miklós.
embereit nem kicsi célhoztak ki maguk elé, mint azt, hogy végig vezessenek minket a tánc fejlődés történetén. A produkcióban találkoztak a jazz-on, a swing, a diszkó, a breakdance, a hip-hop és napjai tánc stílusainak egyes elemeivel. 1920-tól egészen hasonlítunk. Kérem, csatoljátok önöket, az időgép azonnal indul. Jó szórakozást kívánunk! A táncot betanítottam, Szalai Lécskéta.
A negyedik esterei osztály tanulói egy frissítő mixer készültek önök számára, mely ötvözi a hagyományos és a modern elemeket. Láncukban megállották és újra gondolták egy ismert dalunk feldolgozását. Felkészítő tanárok Balinén, Halsány és Zsuzsanna és Nikon Erikó. Thank you.
Következik tehát a kék mesény! Nagy tapsot neki! Azzal a fogalmasok meg a bánat, de ezt a bánkeveset mondtam. És igen! És még mindig miatt? Nagyon jó! Segítek még kormányozni is! Szuper! És nem az! Örök a kék! Mesény! Szuper! Nagyon jó! Jöjjön a következő produkciót, amelyet annak idején Magyarországon Fekete László mutatott be azokkal a bizonyos, hatalmas nagy bolyókkal. Mi azonban nem csak sima bolyókkal, hanem igazi, festett kőbolyókkal fogjuk bemutatni önöknek az úriember, aki eljött hozzánk. Egészen Alaszkából, egy igazi alaszkai favágó. Jöjjön tehát a gördülött kő, vagyis The Rolling Stone! Jönnek a kövek is, amit a segítők próbálnak behozni, tehát remek felé. Thank you.
viszont felép nálunk a vanásnak, igazi koronázottan királynője, következik tehát a legenda, vagyis Lady Legend. Pusztának ez elejétel. A gyógyási kiszolgál. Gyönyörű! Már az igazi vanázat kevegényes uraim! Ez az igazi vanázba! Gyönyörű! Hát de kérem, nem elkezettem be! Picit már nem elkezettem. Mi a probléma? Nem erre a bolcskodásra fizettem be. Hát ne haludjon már, de... Nem ugyanúgy. Jó, hát gyönyör már meg akkor a biztonsági személyzetet kezelje, már azt a történetet elkezik is, jó? Most a kényelmet vezetni akkor. Nagyon szépen köszönjük itt a biztonsági személyzetnek, hogy megmondott a történetet. A balázsok meg egyet választott! Én csak a biztonságban megjelenek! Én a nyelvontán jövök! Hol a nyelvi bengzé? Sehol! Állandó segítőnek, a mindig csinos, a mindig tökéletes, Miss Mert.
négy ember között. Figyeljük, 3, 2 és 1, thanks.
elsőség egyik nemzeti ünnepünk alkalmával tartott iskolai műsor után mutatta meg ezt a dalt a tanítónénéjük. Nagyon nem tetszett nekik, megtanulták, és azóta minden nemzeti ünnep után közösen eléneklik az osztályban. Most hallgassák meg önök is Burka Kende és osztálytársai előadásában a következő dalt, mert magyarnak lenni jó. Megtanította, Stérnézkin és Véla Judit. Thank you.
szépség, harmónia és dinamizmus. Három jelző, amelyek elsőként jutnak az eszünkbe, a ritmikus gimnasztika gyakorlatokat kísérő figyelemmel. Sipu Jászné, 5. este egyosztályos tanuló, a DVT-vár ritmikus gimnasztika szakosztályának tagja. Számos versenyen bizonyította már tehetségét, most önöket szeretné elvadásolni Karika gyakorlatával, melyet a hajlékonyság jellemez. Fogadják sok szeretettel! Okay.
olyan, mint egy család. Az edzőid a szüleid, társaid a testvéreid. Tűzbe mennél értük, még akkor is, ha nem szent a béke. Együtt nyerni vagy veszíteni megtanít mindenre. Küzdeni, kitartani, alázatosnak lenni, közösen együttműködni. Ha egy csapat tagja vagy, sosem vagy egyedül. A mi csapatunknak, a kosaras családunknak a lehetetlen csak egy vélemény, egy kihívás, egy lehetőség. Hajrá gyarmati, hajrá kosarasok! Felkészítő pedagógus, Pallai Sáné Tirika. Yeah.
és most már saját velünk is van, amit egyik diákunk édesapjának, Mágori Lászlónak ezúttal is köszönünk. Együtt énekel most tanár és diák. Thank you.
További szép napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra jövőre!